Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jenő bácsiról már szó volt, mint a dalkör alapítójáról és sokáig dalkör vezetőjéről. Említést érdemel mindenféleképpen Kis Lászlóvi Grósz Márti, aki tovább vitte, és dalkör vezető volt jó pár éven keresztül. Aztán Mezős Gabriella vette át ezt a szerepet, és utána jó pár évig Gersner Feri volt az, aki a dalkört vezette. Most pedig szerény személyem, aki egy éve próbálkozom azzal, hogy ezeket az ifjoncokat valahogy kordába tartsam, mert higgyék el, hogy nem olyan egyszerű. Viszont volt a dalkör életében közel 10 év, amikor egy olyan karnagyunk volt, aki országszerte ismert, és nagyon nagy szeretettel járt ide hozzánk, és mi is nagyon nagy szeretettel fogadtuk őt mindig, és szerencsére itt van körünkben, hogy kedves János, engedd meg, hogy ezt a kis ajándékot átadjam neked, és nagyon szépen köszönjük azt a 10 évet, amit köszönjük. Kötelességünk is egy olyan kedves dolog, amit minden egyes dalkör találkozón, Erdélyen dalkör találkozón meg kell tennünk, méghozzá egy olyan hölgyet kell köszöntenünk, aki alapító tag volt. Drága Bídi, gyere ide, neked szóljon a taps. Ez egy fantasztikus dolog, hogy mindre mindig számíthatunk, és hogyha akár első, akár második szólamban valaki egy kicsit másképp akarja énekelni, akkor mindig mondja, hát a Jenő bácsi idejében azért ez nem így volt. Ez egy fantasztikus dolog, hogy ennyire jól emlékszik még mindenre. Fogadják szeretettel azt a pár nótát, amivel készültünk, illetve előtte köszönteni szeretném még azokat is, akik dalkörtagként ülnek itt lent, illetve akik nem tudtak eljönni, őnekik is köszönnünk kell, mert a már említett 30 dalos társunk, aki sajnos nem lehet itt, ő mellettük több mint 50-en voltak tagjai a dalkörnek, tehát összességében ez alatt a 45 év alatt 86-an fordultak meg a Leánybáli dalkör mindennapjaiban, most ennyien vagyunk. Én köszönöm szépen nektek elsősorban, hogy itt vagytok és hogy készülhettünk erre a gyönyörű szép estére, és köszönöm szépen mindazoknak, akik valaha a dalkör tagjai voltak. Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy itt voltak ezen az estén. Én nagyon drukkoltam, hogy azok a mécsesek égenek, de ezek nagyon szépen égnek még, úgyhogy szépen kitartanak. Egy pár dolgot hoztunk, amelyet szeretnénk most önöknek átadni, mint ajándékot. Tettem, köszönöm az mindenkit. Én nem vagyok a szavak embere, de annál jobban szeretek énekelni. Ha németül, ha magyarul, köztük vagyok. És az, hogy át szeretném nyújtani Tibornak, ezt készítettem, és thank you.
Amen.